Orbán Viktor kimondta, amiről a színfalak mögött már mindenki régóta beszélt, az Egyesült Államok dominanciájának vége. Így értékelte a miniszterelnök tegnapi tusványosi beszédét Lomnici Zoltán, a századék jogi szakértője. Elemezte az előadást az Alapjogokért Központ is, azt írták, Orbán Viktor megoldási javaslatot tett az Európai Unió beazonosított problémáira, valamint magyar szempontból összeállított stratégiai tervet is kínált. A világ erő egyensúlya elmozdult, és ennek súlyos következményeit nyögjük most. A világ és Magyarország helyzetét értékelte szombati beszédében Orbán Viktor Tusnád A 32. Bálványosi Nyári Szabad és Diák Tábor záró rendezvényén a miniszterelnök többek között Kína és az Egyesült Államok közötti esetleges konfliktusokról is beszélt. Ahogy a kormányfő fogalmazott, a világ elmozdult egyensúlyi helyzetéből és új egyensúlyi helyzetet kell keresni. Most valami olyasmit kellene tenni, amire még nem volt példa, a nagyoknak el kellene fogadni, hogy két nap van az égen. Ez a fajta dominancia megdőlni látszik. Orbán Viktor szavait ifjablomzi Zoltán a újság című műsorban úgy értékelte, hogy kimondta, amiről a színfalak mögött már mindenki régóta beszélt: Az Egyesült Államok dominanciájának vége. Két nap van az égen, és ennek a két napnak meg kell férnie. Ha pedig konfliktusra kerül sor, akkor felvázolta a miniszterelnök úr, hogy az ilyen típusú konfliktusokból 16-ból 12 háborúval végződött, tehát óhatatlanul ö, belesodródhat ez a helyzet, eszkolálódhat ez a helyzet. A miniszterelnök a nemzetközi helyzet áttekintése után az Európai Unió jövőjét és Magyarország gazdasági lehetőségeit elemezte, erről pedig már az alapjókért Központ írt elemzésében. Úgy fogalmaznak közleményükben, hogy a miniszterelnöki előadása a beazonosított problémákra megoldási javaslatot, magyar szempontból összeállított stratégiai tervet is kínált. Az elemzés kitért arra is, hogy Ormán Viktor leszögezte, a jövőben is minden lehetséges erőforrást mozgósítani kívánnak a család támogatásokra, a honvédelem és a nemzeti hadipar párhuzamos fejlesztéseire. Emlékeztetnek Orbán Viktor értékelése alapján a távlati célok a koronavírus járvány és az orosz-ukrán háború miatt ugyan veszélybe kerültek, de a folyamat nehezén már túl vagyunk. Év végére a kormány az inflációt letöri, a bérek értékcsökkenését pedig megállítja. Az elemzésben arra is kitérnek, a miniszterelnök számításai azt mutatják, hogy jövő nyárra a magyar gazdaság visszatérhet a korábban kitűzött emelkedési pályára, aminek eredményeként 2030-ra elérhetjük az európai átlagos fejlettség 85 90 -ra.